Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiú gyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy körülvetjék a gyermeket, atya nevéről Zakariásnak akarták hívni. De anyja ellenezte, nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát írt, és ezeket a szavakat írta rá. János a neve. Erre mindjárt meglepődtek, neki pedig megnyílt az ajka és megoldódott a nyelve, szólni kezdett és magasztalta Isten. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdeában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr van vele. A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött, s mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael nyilvánosan föl nem lépett. Ezek az evangélium igéi. Amen.